Az a Szent Ige, amely szólott hozzám, amely szól hozzátok, amelynek alapján, s az előbbi alapján Isten igéjét szeretném hirdetni a gyülekezet előtt, megvan írva Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 8. részének első versében. A szeretet épít. Méltán mondhatná valaki, már megint a szeretetről prédikálnak. Talán valaki hallotta vagy olvasta, hogy egyszer Ravasz László mondta némi enyhe derűvel és kedves, tőle megszokott iróniával, hogy ha a papok nem készülnek, a szeretetről prédikálnak. Tisztelettel jelentem a gyülekezetnek, hogy készültem. És olyas valamit szeretnék elmondani, amiről eddig valóban még soha nem beszéltem. Mégpedig éppen erről a agyon prédikált szeretet. És azért nem beszéltem róla, mert egy sajátos nézőpontból, szempontból szeretnék talán nem is prédikálni, inkább egy kicsit tanítani, hiszen tanító is vagyok, amiről egy egész új tudomány tanít, ami egy-két évvel ezelőtt még ismeretlen volt, és nekem, mint lélekkel foglalkozónak ezt a tudományt is ismernem kellett, ezzel is foglalkoznom kellett, ha az emberi lelkeket meg akarom közelíteni, és beteg lelkekkel kell foglalkoznom, mert kell. Ez az új tudomány, szinte félve mondom ki, pszichofiziológia, vagy pszichobiológia, vagy pszichokémia. Elnézést kérek ezekért a különös és nehéz szavakért. Ez a tudomány azzal foglalkozik körülbelül az utolsó 8-10 év óta, de nálunk csak 1-2 év óta kezd ismerős lenni, hogy nem csak a test hat vissza a lélekre, a lélek a testre, hanem vannak sajátos biológiai, fiziológiai, kémiai folyamatok a testünkben végbe mennek, az agyunkban, idegrendszerünkben, amelyek visszahatnak a lelkünkre, és ugyanakkor ezek az valami nagyon finom, sajátos, hormonszerű anyagok visszahatnak az érzelmeinkre. Azzal foglalkozik ez a különös pszichofiziológia, hogy vannak negatív érzések, gondolatok, amelyek olyan sajátos anyagokat termelnek ki az idegrendszerünkben, agyunkban, ami rombolja az életünket, lényünket, testünket, lelkünket, és vannak olyan érzések, amelyek építik, amelyeket ma már laboratóriumban bizonyos anyagokból ki lehet mutatni. Nos, ez az új benne. Bizonyos anyagokat termel a szervezetünk, plusz-minusz ártó anyagokat és építő anyagokat, amely az életünket elősegíti, vagy az életünket rombolja. A pozitív érzelmek, mondja ez az új tudomány, szinte ma már ezt én teszem hozzá, hogy jobban épít, jobban gyógyít, mint bármilyen béres csepp, vagy celládán, vagy akármilyen dolog, amihez fordulunk, és csöpögtetünk, és csöpögtessük, és forduljunk hozzá. De az új tudomány, és különösképpen az Isten igéje is, milyen csodálatos. Ugyanezt ajánl. Én sokáig azt gondoltam, pedig nem vagyok már fiatal ember, hogy ez, hogy a szeretet épít, ez valamilyen kedves, vallásos kifejezés, hogy építő dolog, mint ahogy van építő beszéd, vagy építő igehirdetés, vagy építő cselekedet, és egyszer csak kiderül, hogy másképp is épít. Az előbb arról olvastam, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet, megvallom őszintén, hogy még a könyvemben is írtam róla, szóval egy könyvemnek ezt a címet adtam az egyiknek, hogy Együtt a szeretetben. Úgy gondoltam, hogy hát igen, valamiképpen a szerető ember kevésbé fél, mert nagy a szeretet, és most kiderül valami egész sajátos dolog, hogy a szeretet hogy hat a félelem. És ezt laboratóriumban mutatják. Tehát olyan dologról fogok most beszélni, amiről sose beszéltem, mert nem beszélhettem, mert a legújabb kutatások hirtelen milyen különös, illetve nem is különös, hanem szentségesen szent.
ilyen igéket, hogy a szeretet épít, és a szeretet kiűzi a félelmet, amit olyan kedves apostoli mondatoknak véltünk kiterült, hogy laboratóriumi kutatók ajánlják. Néhány példát szeretnék csak felsorolni, ennyi lesz a mai tanításom, hát ha ige hirdetés, mégis noha tanítok. Én szeretném hinni, hogy az, mert nagyon kértem Isten szent lelkét, hogy tegye azzá. Példákat mondok ezekből a kutatásokból. Egy amerikai kardiológiai intézetbe, ahol infarktuson átesett, vagy infarktustól félő embereket kezeltek és kezelnek, a testnedveiből és a véréből kivettek bizonyos anyagokat, és ezekből az anyagokból megállapították, hogy azoknál az embereknél, akik valamiféle szeretet kapcsolatban állnak valakivel, tehát akik szeretni tudnak, és akik szeretet elfogadni tudnak. Mert nem mindenki tud elfogadni szeretet. Sőt, nem mindenki tud szeretni, mert nem tanították meg rá. Egyszer erről külön kell, hogy beszéljek. Hogy meg kell, hogy tanítsuk a gyermekeinket és unokáinkat szeretni is, mert annyi mindenre megtanítanak bennünket, többek között erre is meg kell tanítani gyermekeinket. No most, kiderült, hogy azok, akik szeretett kapcsolatban, vagy szeretett elfogadásban élték az életüket a szívbetegek között, azokban egy sajátos anyag, dopamin, és még néhány ilyen latin szót mondhatnék, de minek. Olyan anyag, olyan hormonszerű anyag termelődik, ami erősíti az immunrendszerünket, tehát az egészségünket, védőrendszerünket. Tehát sokkal több ilyen dopamin, sokkal több ilyen sajátos, hormonszerű védő anyagot találtak azoknak a testnedveiben, vérében és nyirokedényeiben, mint akik szeretett kapcsolatban éltek, mint akik magukba roskadva, szeretet nélkül, sőt gyűlölködve élték az életüket. Ezt az anyagot azokban vagy nem, vagy nagyon minimális mennyiségben találták. Tehát a szeretet, tehát ez a nagyon pozitív, ez a nagyon isteni érzés, hiszen az Isten szeret. Szentlélektől van. Valami kémiai elváltozást is létrehoz bennünk, ami épít. Itt vagyunk az igénél, értjük? 2000 évvel ezelőtt. Micsoda ihletés az apostol. A szeretet épít. Építi a sejtjeinket. Építi az idegrendszerünket. Építi az életünket. Egy dr. McCallan professzor egy különös kísérletet végzett. Ugyanezeket a testnedveket a kísérlet előtt a betegeiben megmérte, és megmérte az IgA szintjüket, ez egy sajátos valami, hormonszerű valami a szervezetben, ami az immunrendszer, tehát a védekezési rendszerünket a baktériumok, vírusok, betegeit ellen védi, megmérte előbb ezt a szintet, az IgA szintet, és utána bevitte ezeket a betegeit egy nagy vetítőterembe, és másfél órán keresztül filmeket vetített neki, többek között Teréz anyáról. Erről a nagy katolikus nő, illetve nagyon picike, de lélekben nagyon nagy valakiről, aki az egész életét nővéreivel és segítőivel kezdve az indiai szegényeknek, haldoklóknak, gyerekeknek szánta, szedik össze az utcán a éhhalállal küszködő kis indus gyerekeket, vagy felnőtteket, vagy csukják le éppen az utcán haldoklók szemét, és vetítette ezt a filmet, és még kiderült egész sajátosan olyanok is, akik nem akartak bemenni, mert azt mondták, őket nem érdekli, ők ateisták, őket ez az egész ügy, ez az egész Teréz anya ügy, őket ez a kis albán nő nem érdekli. Tehát a főorvos úr kérte, ők is bementek.
Akár hívő volt valaki, akár nem, a film végén, miután bementek újra, megmérték az IGA tükrüket, szintjüket, háromszoros, négyszeresre emelkedett. Mert látták, hogy valaki szeret, valaki szolgál, valakik lehajolnak. Valakik az irgalmas samaritánus szolgálatába. Az egész szívüket, életüket másokért oda szentelik. Csak ennek a látványát. Rengeteg betegnek az immunrendszert erősítő IgA szintje elkezdett emelkedni kétszeresére, háromszorosára, még a hitetleneké is, még azoké is, akik lenézve és ajkbigyeztve beszéltek erről a kis albán idős hölgyről, akinek ma már Magyarországon is rendje van, és több ilyen filmet vetített Schweitzer Albertről, az irgalmas samaritánusról egy csodálatos történetet megfilmesítették Amerikába, azt is, és mindenütt, ahol a szeretet valahol megjelent, ahol a szív erre megindult, ahol az érzelmek fölbuzogtak, a szeretet csak láttán már megindult a nézőkbe valami sajátos pszichobiológiai folyamat, ami az immunrendszer, a védekezési rendszerünket erősítette, és ugyanezt a kísérletet a Harvard Egyetem is megismételte, és ugyanezt erre az eredményre jutott. Nem mondok neveket, mert nem akarom vele leterhelni a gyülekezet. A Chicagói Egyetem professzora Stenberg ugyanakkor megállapította, hogy ugyanez a szint azoknál, akik gyűlölnek, gyűlölködnek, keseregnek, akik egyik depresszióból a másikba menekülnek, mert sokan menekülnek. Bele menekülnek, mert akkor sajnálják őket. Mert akkor totolygatják. Majdnem azt mondom, hogy szinte fegyverként használják. A buskamorság. Mert akkor szeretik őket. Talán befektetik egy kórházba, ahol végre valaki törődik. De akiknek tele van keserűséggel a szíve, ez a IgA szinte nulla. Tehát csökken a védekezési rendszerük, tehát könnyebben kapnak betegágyban tüdőgyulladást vagy akár, és belehalhatnak a betegségükbe. És ki gondolná azt, hogy mögötte valami szellemi erő van, a gyűlölet, a harag, a keserűség, és valaminek a hiánya, a derűjé, a szent erőjé, a szeretet gyógyító erejé. Azt már régen tudtuk, aki gyerek és csecsemő lélektannal kellett, hogy foglalkozzék, mint én is. Tudtam, hogy a világ egyik legnagyobb csecsemő pszichológusa, René Spitz, már évtizedekkel ezelőtt csinált egy döbbenetes kísérletet. Két csoporttal X gyermeket börtönben szült, egy nyugat-német börtönben, az édesanyai női börtönben. Teresen mentek be, ott szülték meg a gyermeküket. Pontosan nem emlékszem most a számra, 50 vagy 40 gyermek, de nem is ez a lényeges. Mondjuk 40 gyermek. Ugyanakkor 40 olyan gyermeket is vizsgált, akiket kitettek a lépcsőre, vagy ott az utcán találták meg, vagy valahol a pólyában egy szemétkosár tetején, mert ilyen is van, úgynevezett kitett lelenc gyerek. És azokat a nyugat-német állam nagyon higiénikus körülmények között nevelte. Igazán mindent megadva nekik bizonyos intézetbe, és egy nagyon különös eredményre jutott már évtizedekkel ezelőtt. Ez a René Spitz, ez a kiváló csecsemő pszichológus, hogy a börtönben nevelt, de az anyjuk által szeretgetett, nem is volt más a idejük egy börtönbe az anyának, mint hogy szoptassa, szeresse, pelenkázza, csókolgassa a gyerekét. Azok közül sokkal kevesebben haltak meg, sokkal jobban gyarapodtak, nőttek a börtönbe, mint a 18-20 nővér által totolygatott, etetett, itatott, de anya nélkül fölnőtt gyerekek, a súlyuk kisebb volt,
Sokkal többen megetettek, 4-szer annyian haltak meg közül. Ma már a pszichofiziológia kimutatja, hogy van egy sajátos valami hormonszerűség, amely az érintésre indul be a csecsemőnél. A simogatása, a csókolása, a csókolgatása, az ölelgetése, a növekedési hormon. Érintésre, csókra. Van neve is, csak nem akarok itt nehéz latin szavakat mondani. Ennek a finom anyagnak. Ma már tudjuk, hogy azok a gyerekeket, akiket csókolgatnak, ölelgetnek, szeretgetnek, miért fejlődnek jobban? Ma már érthető, hogy a gyermekorvosok és a gyermekpszichológusok miért mondják, anyuka addig szoptassa a gyerekét, ameddig csak lehet. Annyiszor csókolja meg, ahányszor lehet. Abban a pillanatban egy anya csóktól, egy simogatástól, egy apa érintésétől a gyermekének, ha megcsókolja a fejét, növekedési hormon növel be a gyermek rendszerébe, idegrendszerébe, agyába, szervezetébe, és az immunrendszer erősödik. Egy új tudomány, ami igazolja, hogy a szeretet épít, a szeretet a sejteket is össze tudja fonni, beindít valamit a csecsemőbe, amelynek a hiánya halált okozhat. Milyen különös, hogy azt is ma már tudjuk, hogy miért nem fáradnak el a szerelmesek? Miért tudnak kilométereket gyarogolni? Miért tudnak órákig olyasmit tenni, amit ha nem szerelmesek, vagy magányosak, vagy buskomorak nem tudnának megtenni? Ma már tudjuk, hogy miért van az, hogy öreg házasok hosszú évtizedeken át kevésbé öregeztek, és még sok nehéz dolgot is el tudnak viselni, és testileg is rugékonyabbak. Hogy is mondja az ige? Elfáradnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, tehát az Urat szereti, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a seskösejük, és nem fáradnak el. Nos, ma már kiderült, a pszichofiziológia, a pszichobiológia és kémia kimutatja, hogy abban a pillanatban, ha valaki kesereg, a tejsav szintje emelkedik, és ha valaki szeret, ha valaki tele van melegséggel, akár fiatalon szerelmes, akár öregkorban szereti a párját, vagy tud szeretni, szeretve szolgálni, csökken ez a szint. És pontosan ez az anyag, ami a fáradtságot okozza. Nem különös. Egy új tudomány ki tudja mutatni, hogy valami bennünk növekszik egy teljesabb szint, pontosan a fáradtság okozója, vagy csökkentője. Mert ha ez a szint csökken, akkor jobban tudunk gyalogolni, tovább tudunk élni, tovább tudunk szellemileg, testileg fiatalok maradni. A szeretet és a tiszta szerelem. Csökkent valamit bennünk, ami ártalmas volna a szervezet számára. Azért elmondom, hogy egy Williams James és egy Dobhansky amerikai kutató, miután erre, amit eddig elmondtam, rájöttek, hívő közösségeket vizsgált meg. Felekezeti különbség nélkül. Megkérte ezeket a hívő embereket ezekből a közösségekből, hogy engedjék meg, hogy laboratóriumi vizsgálat alá vessék őket, vérüket, testedveiket megvizsgálják, megkérték, hogy a tudománynak szolgáljanak. És kiderült, sokan hozzájárultak, és sokan belementek, mert látták, hogy itt valami nagyon nagy dologról van szó. Hogy szolgáló, samaritánus, hívő közösségek, akik Nyugat-Németországba, Svájcba, Benelux államokba, Amerikába, a narkósok fölé hajolnak, akik az alkohol rabságában szenvedőkön próbálnak segíteni, akik szeretetintézményekben szinte önként altruista módon, tehát másokért élve élik a szabad idejüket,
azokban ugyancsak, nem mondok itt megint latin neveket, egy bizonyos testnet szint óriási módon emelkedik. Derűsebbek, egészségesebbek. Az immunrendszerünk sokkal magasabb, mint azok, akik csak maguknak élnek. Akik narcisztikusan csak maguk körül forognak, csak magukat imádják, csak magukról tudnak beszélni. Tehát a mások felé forduló emberek védettebbek, bizonyos olyan védőszer termel a szervezetük laboratóriumban kimutatható módon, ami megvédi őket. És van egy sajátos szer, amit a szervezetünk termel, nem tudom el nem olvasni, endrofin. Aki ilyen szolgálatot végez, az endrofin termel a szervezete, ezt külön kutatják most ennek az összetételét, és kiderült, hogy a félelmet csökkent. Akiben magas szinten van ez az endrofin, nem fél. Elmúlik a szorongása. De sok szorongó beteggel találkozom én is. Aki pedig mások felé fordul, aki tud szeretni, aki ki tudja nyitni a szívét, aki elveszi a kezét a szívéről, aki a samaritánus mozdulatával oda tud valamit az életéből, a pénz nem elég. Az idejéből, a szívéből, a szeretetéből adni. Ez a bizonyos endorfin szint. Növekszik, és elveszi a félelmet. Nincs többé szorongás. Nem fél. Tetszenek már érteni az igét? Hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Megvallom őszintén, úgy öregedtem és fehérettem meg, hogy én ezt valami szent kifejezésnek tartottam. Most, hogy ezzel kell foglalkoznom. Erről kell előadásokat tartani. Most éppen igét hirdetek erről a gyülekezet. Hadd merjem mondani, hogy íme egy új tudomány, a pszichobiológia, a pszichofiziológia, a pszichokémia kimutatja, hogy van egy valami, amit endrofinnak neveznek, ami a félelmet csökkenti bennünk, agyunkban, idegrendszerünkben, egész lényünkben. Milyen csodálatos. Milyen döbbenetes. Laboratóriumban kimutatható és igazolható. Egy kegyes mondatnak tartott valami, talán aki olvassa, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. Ma már bizonyíték van rá, hogy így van. Labor leletek bizonyítják. Befejezem egy utolsó kísérletnek vagy kutatásnak a ismertetésével, ami nagyon nagy hatást tett rá. Nem tudom el nem mondani. Ugyanezek az embereknek van egy ága, akik gerontológiával és geriátriával, tehát az öregedés pszichofiziológiájával foglalkoznak, és rájöttek, hogy a világon a kultúrnépek között legtovább élnek a japán. Az életmódjuk talán még strapásabb, mint az amerikai emberek. Talán még többet is dolgoznak, kevesebb a szabadság. Nem tudom, tudják-e testvérek, hogy 4 nap szabadságot kapnak a japán. Aztán újra dolgozni kell, aztán megint 4 napot, aztán megint újra dolgozni. És mégis, az étkezési kosztjuk még akkor is a több halat esznek, mint az amerikaiak. Lényegében a koleszterin és egyéb szintjük, ami a szívre rossz hatással van, olyan, mint az amerikaiak. Mégis tovább élnek, nem tudták a tudósok. Mi a titkuk a japán öregek csodálatos öregkorának? Hogy ott nem halnak meg a középkorúak, mint Magyarországon, a világon a legtöbben, itt a 35 és a 45 év között. Miért élnek ott? És a kutatók rájöttek egy titokra. Az amae effektus. Na, egy nagyon különös szót mondtam, egy japán szót. Amae effektus. Amae hatás. Ez pedig azt jelenti, hogy a japánoknak van egy sajátos magatartásuk évezredek óta, hogy nagyon figyelnek egymást.
Nem tudom, tetszettek-e látni filmen, vagy akárhogy, hogy ez nem csak egy köszönési szakás. Ők lélekben is meghajolnak a másik elé. Ott a szomszéd a szent, ott odafigyel. A család és az öregember szent. Nem teszik őket belfekvőkbe. A családon belül szabad csak és lehet megöregedni. Kiderült, hogy azok a japánok, akik átköltöztek Amerikába és átvették az amerikai életmódot, néhány évtized alatt az amerikaiak halálozási arányszámára csökkent az ő halálozásuk is. De akik egy tömbben éltek japánok Amerikába, és megtartották az AMAE effektust, az AMAE életmódot, azok ugyanúgy éltek, és ugyanolyan magas maradt az öregkori szintjük, mint Japánban. Mi lehet ennek a titka? Mikor én ezt olvastam egy tanulmányban, az AMAE effektust, hát mondom, ez egy japán szó, és eszembe jutott a kis Teleki Erzsike, bocsánat, hogy nevet mondok, sokan ismerik, egy kis tévéfilmet is csinált vele az egyik nagy riporterünk. Egy ilyen pici kis 150 centis kis leányzó volt, amikor ide került a gyülekezetbe. Ide küldte egy Sárospatak környéki kollégám, hogy szerezzünk neki lakást, hát szereztünk is itt a gyülekezeti tagok között, és hát nagyon nyomorúságos kis, fizikailag is kis nyomorúságos teremtés volt, amikor ide került. Az édesanyja, bocsánat, hogy így mondom a szószéket, meg akarta a saját mélyébe ülni. És ezért ilyen kis torz testtel született. Isten szent lelkétől való volt, hogy azt mondtam, amikor foglalkoztam sokat vele, de nem csak én, hanem kedves testvérek is a gyülekezetben, hogy te Erzsikém, ha te ilyen kisebb rendűségi komplexussal küzdködsz, mert ilyen a testet és ilyen pici vagy, valami olyat kell tudnod, amit senki más nem tud. Már angolul tudott, mert Sárospatakon tanult. Tanulj meg japán! Na, megtanult japánul, ma már az akadémia fordítója. Fölhívtam ezt a kis Erzsikét. Mondom, te Erzsike, én most itt egy nagy tanulmány fölé hajlok, és egy japán szót kutatok. Mondd meg már, mit jelent ez az AMAE? Mi ez az AMAE effektus, amin én töröm a fejemet, ami miatt tovább élnek a japánok? Ami őket összetartja, ami őket meg minden statisztika fölé emeli az életkorukat és egészségüket. És akkor valami nagyon szépet mondott. Azt mondja, Vandi bácsi, AMA azt jelenti, hogy ég. Egy csodálatosan szép japán betű az E, az meg azt jelenti, hogy sugárzás. AMAE azt jelenti, hogy égi sugárzás. Ezek a japánok az égi sugárzást sugározták tovább, hát keresztény nyelven lefordítsa, az Isten szent lelk. A szeretet japán nyelven AMAE. Pontosan lefordítva ég és sugárzás. Az Isten szeretetének tovább sugárzása a másik ember felé. A másik embernek továbbadása az AMAE. Tanuljuk meg ezt a szépséges, szép japán szót. AMAE. AMA, ég. E, sugárzás. Égi sugárzás. Mi a szeretet? Égi sugárzás. És így van. Hogy mondja az apostol János, az Isten szeretet, ho teos estin agapi, az Isten agapi, az Isten sugárzás, a Szent Léleknek sugárzása, egy sárga világ és egy fehér világ. Ugyanazt mondja, nincs két igazság a világ mindenség tengelyébe beépítve, egyetlen egy van. Az egyik égi sugárzásnak nevezi, a másik szeretetnek. Az egyik Szent Léleknek mondja, a másik pedig égi sugárzás. És mikor telefonon beszélgettem, és ezzel befejezem, még azt mondta, hogy tetszik tudni, Bandi bácsi, tavaly Japánba hívott meg valaki, akit én itt tolmácsoltam Magyarországon, és egy pici kis szigetre vitt.
és ott töltettem vele, és gyakoroltam a japán nyelvet. Meghívott, és vendége voltam. És akkor jött az a nagy tájfun, amiről az újságok is írtak. És ezt a kis szigetet végig söpörte a tájfun. Elmondta ez a kis, mi úgy hívjuk csak, akik szeretjük az Erzsiket, hogy a mini Erzsike. Elmondta ez a kis mini Erzsike, hogy Bandi bácsi, az iszonyatos volt az a tájfun. Ahogy letarolt szinte mindent. De ott úgy építik a házakat tájfon biztos, azt, hogy én egy ilyen tájfon biztos ilyen bunkerházban voltam. Túl éltük a tájfon, de azért nem minden ház volt tájfon biztosra építve. Voltak házak, amelyek kis kunyók meg egyebek összeomlottak. Szóval számomra megrendítő volt, és ezt az Amaéra mondta. Ezzel illusztrálta. Ahogy elsöpört a tájfon és vége lett, egyszerre csak mindenki kirohant a házból, szomorú szemmel, de szótlanul, és rögtön mindenki a szomszédját nézte éle. A szomszédját! És segítettek, és estére minden romot eltakarítottak. Elmondta ez a kis Erzsike, Bandi bácsi, csodálatos, ahogy ezek gyakorolták az amelyét, amit tetszett kérdezni. Ez a titkó, ezért élnek soha. Ezért tudnak meg öregek. Mert ott az öregek is, idézőjelben mondom, számukra szentek. Kikérik a tanácsukat, és a mozdulni se tud, ott ül a család. Mert van bennük amai. Ne szégyeljünk. Egy nem keresztény nép szentséges szent élet gyakorlatából valamit magunkévá tenni. És most visszafordítom a gondolatom menetrendjét az elejére. Ugye tetszenek most már érteni a tudomány felől, hogy milyen szentséges szent titkot árult el a mennyei Amae, az Isten szent lelke, a szent sugárzás, amikor arra tanít bennünket az apostolon keresztül, hogy a szeretet, az agapé szóval itt, a Jézusi szeret, az épít bennünket. Majdnem azt mondom, hogy saját érdekünk, hogy ne gyűlölködjünk, ne haragudjunk, ne keseredjünk. És a szeretet kiűzi a félelmet, mert endrofin termel. És az egyszerűen megsemmisíti bennünk a szorongást. A saját érdekünk, hogy tájfun idején, mert van sokféle tájfun, jöhet itt még ránk táj. Amikor nagyon oda kell nézni, hogy mi van a szomszédunkkal, a gyülekezeti testvérünkkel, a barátunkkal, a rokonunkkal. Van-e egy szelet kenyer, hogy ne a kukába kelljen turkálni. Nem tudom még, ki tudja, senki se tudja, milyen tájfon jön rá. Amae, az égi sugárzás, sugározzon belőlük az Isten szentlelke. Hadd fejezzem be, amivel kezdtem, az Isten igéjével. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel, mondhatnám így is, szorongással jár. Akedre pedig fél, abban nem lett teljessé a szeretet. Amae, az égi sugárzás. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ki az ő? Ami onunk Jézus Krisztus. Ha valaki azt mondja, szeretem az Istent, itt leplez le bennünket. A testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Jaj, de kemény. De nem én mondom. János. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse az ő testvérét és fele barátját. Ámen.